Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. A Yaris motorjáról már láttátok a videót, ebben Anti említette, hogy külön fogunk foglalkozni a turbóval. Ez itt a gyári turbója, ami meg lesz majd hibridelve. Gyárilag a legnagyobb érdekesség benne amúgy, hogy ez egy golyós csapágyas turbó, ezt utcai autókban elég ritkán használják. Amúgy a mostanában ilyen nagyon elterjedt twin scroll, például a BMW-nél, azaz kettős megfogású turbó, ennél nem volt szükség, mert a három hengernek annyira eltérő a gyújtásszöge, ugye 240 fokonként gyújt a három henger, hogy nem interferálódik benne a gáz, de hát nem zavarják össze egymást a gázlengések, így nagyon könnyen fel tudja pörgetni, ezért golyós is, hogy minél jobban alulról induljon meg, mert ez egy 1.6-os motorhoz képest egy elég nagy turbó. Mivel a motor is kap pár átalakítást, így hogy a turbó sem maradjon le, elhoztuk Kocsis Dezsőhöz, és megnézzük, hogy mitől hibrid a hibrid turbó, és hogy mi történt a Yaris turbójával. Szóval, mi történt a turbóval? Ezt úgy nevezett, meghibrideltük ezt a turbót, ami röviden tömören azt jelenti, hogy a gyári házat felhasználván beleteszünk egy nagyobb belsőt, ami hát ez a nagyobb belső, ez egy erős túlzás, konkrétan nagyobb lapátokat teszünk bele Isten igazából, és ugye így ettől várunk egy kis extra teljesítményt. Igen, ezt itt szemléltetni is tudjuk, hogy ugye ez a gyári háza gyér felirattal. És ez a gyári kereke, hát ez szerintem alapvetően az így látszik, hogy... Nem sokat töltene már így. Igen, és ugye megkapta ezt a kereket, ami ugye egy tömbből mart kerék, meg abból is egy ilyen második generációsnak nevezett ilyen dupla csavaros. De igen. Ahogy látom, gyárilag például felemásak voltak a lapátok benne. Igen, szóval gyárilag egy úgynevezett 6+6-os lapátkiosztás volt a gyári lapáton, ugye ami ahogy te is mondod, hogy vele mások a lapátok, így igazából azt jelenti, hogy van 6 hosszabb lapát, 6 darab rövidebb. Ez az új, amit kap, ez egy 11 lapátos konfiguráció, ami azt jelenti, hogy nincsenek benne ilyen fél hosszúságú lapátok, csak teljes hosszúak. És ez miért jó megindulásnál? Alapvetően ez megindulás segít, igen, szóval a nagykönyv szerint minél több lapátunk van, úgymond, ami teljes hosszúságú, annál hamarabb fog indulni egy turbó. Most ez nyilván ez egy nagyon leegyszerűsített példa, de alapvetően ez a feltevés. Plusz itt ennél a keréknél az, hogy még egy ilyen dupla csavart, ilyen második generációsról beszélünk, itt még amennyit még tudunk, még segítünk a megindulásán a turbónak. És az, hogy már eleve, ugye látom, hogy ilyen cakkos picit a szél a megmunkálás miatt. Igen, szóval... Tehát, hogy ezáltalában a turbó mondja, ilyenkor szokott rossz lenni, amikor cakkos a széle. Jó, igen, azok azért egy fokkal jobban szoktak cakkosak lenni. Ez ugye ezeknél ki fog derülni. Ezeknél a kerekeknél, de majd esetleg akkor mindjárt mutatunk egy sima, ugyanilyen 6+6 lapátos, csak billetkereket. Ezeknél, amiknek már egy ilyen nagyon pontos kimunkálásra van szükség a keréknél, ugye ez itt minden egyes kis vonal az egy-egy megmunkálásnak a nyoma. Igen. És ez gyakorlatilag ez miatt ilyen kis csíkos. Ezt, hogyha az ember megnézi akár egy nagyobb teljesítményű versenyturbónál, vagy akárminél, szinte az összesnél ilyen megmunkálási nyomokat lehet találni, mert ez így a legpontosabb, legélesebb, leghegyesebb. De ami csak sima 6+6 lapátos, annál jellemzően egy mozdulatból szokták a lapátokat kimunkálni. Hát meg ugye ez nem is kimunkálni, de ez nem hát is ennél ez a kerék. Nem, most ugye arról hát beszélek, amelyik 6+6 lapátos. Igen. És mondjuk billetkerék. Annál csak sem egy mozdulat. Szóval Anti reklamált, hogy mondjuk el, hogy mi ez a billet, egy tömbből mart kerék. Tehát ez egy alumínium. Igen, szóval ezt úgy, van, akkor hát igen, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni. Így van, ezt úgy kell elképzelni, ez fénykorában ez egy alumínium rúd volt. Sok kicsi kerék benne volt a rúdba, és akkor ugye abból munkálták ki. Ezek a kerekek, ezek alapvetően öntő formában vannak beleöntve, és minimális megmunkálás van rajtuk csinálva a végén. Itt lapátok élei, a úgynevezett superback, a hátsó rádiusza, ennek éppenséggel még itt a kompresszoranya alatt is van egy kis megmunkálás, de ez viszonylag minimális megmunkálás ahhoz képest, hogy
fogtunk egy hengeres alumíniumot, és ott megkaptuk belőle ezt a borzasztó bonyolult kis kompresszorkereket. Ez az egyszerűbb, hogy a hideg oldal, de a kompresszor oldal van módosítva, de ebben igen. A turbóban ugye belenyúltatok a turbina oldalba is. Így van. Még alapvetően nem is feltétlen egyszerűbbnek mondanám, inkább egy kisebb átalakításnak, ugye kisebb teljesítményű tuningoknál csak a kompresszor oldalt szoktunk növelni, meg esetleg olyan felhasználásoknál, főleg amikor mondjuk egy régebbi turbót kapunk meg, ami most mondjuk mit tudom én, akár egy 3000-es dízelre fő van téve egy régi kamionnak a turbója, azoknál amúgy is teljesen másak voltak a lapát arányok, és sokszor enged a turbina oldal egyszerűen annyit, hogy egy sokkal nagyobb kompresszorkereket is betegyünk, mert ugye igen. Nekünk már egy versenyfelhasználásra kell, nem arra, hogy 900-as fordulaton menjen a kamionon, de igen, maradjunk az észszerű dolgoknál inkább, és azoknál egy kisebb hibridezés az, amikor csak a kompresszor oldalt növeljük, de itt azért egy kicsit jobban belenyúltunk a dolgokba. Ez a gyári, és ugye hát ez is itt harangozik benne. Ezt nem harangoztatnám meg benne, mert nem harangozik benne. Igen, az már nem, igen. Annak nem kéne már harangozni szóval. Benne. Plusz ugye igen, itt nem is csak növeltünk, hanem itt is egy lapát profilt módosítottunk. Igazából igen. Itt lehet mondhatni, pont az ellentétét csináltuk, mint a kompresszor oldalon. Ez egy nagyon speciális turbinakerék, amit nagyon ritkán szoktunk használni, de... Ezt nekem nagyon beharangoztat, hogy ez a turbinakerék, úgyhogy reméljük, nagyon jó lesz ez a turbinakerék. Eddig, amikor használtuk, addig nagyon jól működtek. Ez... A te autódon konkrétan ez. Hát konkrétan igen, azon is ilyen van kettő. És ennek az az alapfeltevés ennek a turbinakeréknek, hogy nagy átmérőnél megvan neki mind a 10 lapát, ami ugye megindulást szintén lehetőleg jobban segíti. Amit ott már megbeszéltünk. Igen, és viszont ugye itt meg ugyanúgy fél hosszú lapátokat látunk, mint amit normális esetben csak egy kompresszorkeréken látunk. Ez meg a nagyobb fordulaton a kipufogás segíti, úgymond nincsenek útba a plusz lapátok, hanem gyakorlatilag annyira nyitottabbak a kerék. És ugye ez egy golyós csapágyas turbó, a igen, csapágyazásán kellett változtatni? Hát az csak annyi, kapott egy új csapágykészletet, de azon kívül itt maradt minden. De hát akkor az egy... Az maradt a gyári, mert az teljesen jó volt, meg ugye ez egy borzasztó ritka turbók egyike közé tartozik, ami gyárlan golyós csapágyas. Ami erre a felhasználásra, amire nekünk kell, erre mindenféleképpen nagyon jó. Normál utcai felhasználásra, meg vannak az előnyei, hátrányai nyilván. Én elmondtam, hogy milyen ez a gyári turbó, egy mostani megszokott turbóhoz képest. Szerinted mennyire számít extrémnek, vagy? Hát alapvetően én azért extrémnek mondanám, ha azt is nézzük, hogy ez egy mekkora kis picike motoron van fönn gyárlag. Szóval azért egy ilyen kompresszorkereket azért a legritkábban látunk egy 1.6-os motornak. De egyébként még esetleg vicc kedvéért, ha gondoljátok, tudunk hozni 1.6-os motornak a gyári kompresszorkerekét, ami mondjuk egy megszokott, mondjuk egy dízel 1.6-os motornak a kompresszor oldal. Jó. Mert szóval röhely, szóval ahhoz képest dupla akkora. Mekkora motornál és milyen lóerőnél szokott lenni nagyjából utcán? Hát most ez a méretű. Igazából most ez a kompresszorkerék méret, most nagyjából én azt mondom neked, hogy azért egy ilyen gyárlag is erős 2000-es motorokra igaz. Szóval, de hát, azok nagyjából ugyanolyan erősek, mint ezek az 1.6-ból, szóval nagyjából kijön a matek. Igen, ez azért egy 260 lóerős motor volt, igen, ami szóval igazából a gyári turbóval 300 fölött lett. Igen, szóval. De szóval azért nagyjából ki is jön a matek, és azért jellemzően azt szoktuk látni, most nyilván tisztelt a kivételnek, most ez itt éppen kivétel, hogy azért ami 2000-es köbcenti alatti turbók, azért azok nagyon el tudnak kicsinyülni, szóval azért nagyon rámennek a lenti indulásra, ugye arra, hogy lentről menjen az autó, nyilván normál használtnál, csak ugye itt nem volt drága beletenni a golyós csapágyas komoly turbót, és így azért egy sokkal nagyobb turbóval is meg tudták tartani a gyári karaktert. Normál gyári turbóknál nagyon sokszor tudunk úgymond javítani a görbén is, hogy tényleg nem ez van, amit mondok, hogy egy ilyen kis hegyecske, aztán utána meg már ne is forgass tovább, mert tök fölösleges, hanem ki tudjuk toldani ezt a tartományt egy sokkal nagyobb. Igen, mert gondolom. Jellemzően a gyáritól inkább fölfele. Értelemszerűen a fizikát azért nehéz átvágni, de legalább mégiscsak ki tudjuk toldani. Úgyis, ha az ember egyszer egy ilyen dologra adja a fejét, úgyse az a terv, hogy sose adjon egy padlógázt a kocsának. Szóval úgyis az a lényeg, hogy amikor haladunk vele, akkor jól működjön. Akkor szereljük össze. Rendben.